emléktáblával jelölnék meg tisztelői szülőházukat, a Vályuskút völgyi Sebők villát, ahol mindig szívesen tartózkodott a család, és a világ híres opera énekes lányok Sára és Márta. Dr. Hőgye István levéltáros ezzel a kívánsággal fejezte be a Lasztóczi családról írt egyik cikkét. Ez adta az apropóját, hogy emléktáblát állítsanak az orvos-gyógyszerész Sebők Antalnak. A nyugalmazott magyar királyi honvéd főtörzs orvos orvosi munkássága mellett bekapcsolódott Sátorajóhely közéletébe, több egyesületnek alapító tagja volt, megszervezte a megyei orvos és gyógyszerész egyesületet, melynek elnökeként több országos és regionális tanácskozást szervezett. A gyógyszerészek szeretnénk egy méltó emléket állítani neki, hiszen nincsenek túlságosan emlékek, gyógyszerész történeti emlékek errefele. Ez a megemlékezés egy kicsit tovább gondolkodása is, és tovább kutatása is kényszeríti az ember. Szerintem az én Villa nagyszüleim is itt éltek és dolgoztak Zemplén vármegyében abban az időben, amikor Sebők doktor élt, úgyhogy még ennek a kutatását családi kötődésként is úgy gondolom, hogy majd felvállalom, és mindenképpen tisztelni akarjuk az ő emlékét. Az emlékünnepségen részt vett az orvos-gyógyszerész unokája, aki ugyan nem ismerte személyesen nagyapját, ám így is őriz róla emlékeket. Itt nyaraltak a édesanyám testvérei ebbe a házba, és megbetegedett az egyik nagynéni, és orvos kellett hozzá, és felhívták a egyik orvost, úgy hívták, hogy Rivona doktor. És mikor megvizsgálta, akkor megkérdezte a nagynéni, és mivel tartozom, főorvos úr? Azt mondja, nekem semmivel, drága hölgyem, mert én voltam a kedves édesapának a cselédkönyves orvosa. Dr. Lasztóczi Sebők Antal nyugdíjazása után és előtte is nyaranként igyekezett minél hosszabb időt tölteni az újhelyi villában, ahol most avatták az emléktáblát. Halála után 1911-ben saját házának kertjében temették el. Sírját az emlékünnepség alkalmával megkoszorúzták. Dr. Sohajda Mária segítségével emléklapot is kiadtak ezen alkalomból, és a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei gyógyszerészkamara tavasszal megrendezendő kihelyezett ülésének keretében emléktúrát rendez Dr. Sebők Antal tiszteletére.